Aláírták a felek azt a szerződést, melynek keretében a közeljövőben megújulnak Szekszárdváros útjai, járdái. A következő 2 évben tehát a város szempontjából fontos munkálatok várhatóak. A beruházást a HGT Invest Kft. Végzi majd, amely a közelmúltban a szekszárdi zöldváros projektet is sikeresen, rendkívül szűk idő alatt valósította meg. Itt az önkormányzatnak egy keretszerződésen belül azért jelentős ráhatása van, hogy ez nem egy klasszikus közbeszerzés, ahol egy komplett munkára történik a megrendelés, hanem itt számos olyan építési munkán belül az önkormányzat, mint megrendelő kérésére végzi a vállalkozó 24 hónapig ezeket a munkálatokat. A következő 2 évben tehát a város szempontjából fontos munkálatok várhatóak. Itt akár még a járdafelújítások, útfelújítások mellett olyanokra is kiterjed ez a keretszerződés, parkolóépítések, parkolóbővítések, de akár egy önkormányzat fennhatósága alá tartozó közlekedési tábla, egy tükör, vagy kisebb tárgyak, építési tárgyaknak a cseréjére, karbantartására is. Ez mindig egy megnyugtató tény, hogy egy hosszú távú szerződés keretén a város a jó együttműködést alakít ki egy helyi vállalkozással, akkor minden bizonnyal a munka minőségére, határidőre történő elvégzésére is megvan a garancia. A tavalyi munkánk úgy gondolom, hogy egy rendkívül gyors és rendkívül sikeres eredményt hozott magával. A korábbi gördülékeny munkakapcsolat alapján a kivitelező most is bizakodóan várja az elkövetkező időszakot. Ebben a keretszerződésben Szekszárdváros jellemzően belterületén belül útkarbantartási és felújítási munkákat fogunk végezni. Ezeknek a pontos helyét a város fogja későbbiekben meghatározni. Eddig is különösen jó volt az együttműködés, mint az tavaly talán nyilvánvalóvá vált a zöldváros kapcsán. Ezért bízom benne, hogy idén is egy keretszerződésben, ahol jövőben megállapodások fognak születni, minden akadályt, munkát sikeresen tudunk abszolválni. Berlinger Attila gratulált a beszerzést elnyerő HGT Invest Kft.-nek.